Farkas Zoltán vagyok, engem kért meg Csongán Szunim, hogy a mai Dharma beszéd bevezetőjét tartsam meg. Rögtön egy kis életképpel szeretném kezdeni, bementem a Koan interjúra, az mindig egy felemelő dolog, és vége felé csak egy mellékesen megjegyezte Szunim, hogy szeretné, hogyha ma én tartanám a Dharma beszéd bevezetőjét. Akkor rögtön végigfutott a gondolat bennem, hogy a hajnali meditáció alatt megcsípett egy darázs, a sárgarépa gyomlálás közben kétszer csalánba nyúltam, és még nincs 11 óra, de már a következő meglepetés megérkezett, és még a 10 naposnak az első napján se vagyunk végig. Tehát kalandos egy út lesz. Gondolom ezt látta az arcomon, mert mondta, hogy úgy gondolja, hogy felkészült vagyok rá. Aztán azt gondoltam, hogy akkor tartok egy formabontó beszédet, ami körülbelül annyiból áll, hogy meghajolok és fölállok, de valószínűleg, hogy ezt is látta az arcomon, mert mondta, hogy nincs ugyan elvárható hossza, mint ahogy az ember nincsenek dualitások egy dharma beszélnek, de azért 10 percnél kevesebbet ne beszéljek, tehát ez a verzió, ez rögtön a dugába dőlt. Akkor már nem volt mit tenni, végig kellett gondolnom, hogy mit is osztok meg veletek. És akkor arra gondoltam, hogy arról beszélnék, hogy az én mindennapi életemben hogy jelent meg, és van jelen a zen. Nem arra gondolok, ami gondolom, hogy minden zen gyakorlónak a mindennapjaiban benne van, meditálunk, mantrát mondunk, leborulunk, meditálunk. Ez legtöbbünknek a napi gyakorlatához hozzátartozik, hanem hogy személyesen a mindennapi életben hogy jelenik meg a zen. Egy picit, mielőtt erre rátérnék, néhány szót gondolom érdemes mondani arról, hogy hogy miért is gyakorlom a zent, mi az, ami engem vonzott ide, és a gyakorlást napról napra erőt ad a gyakorláshoz. Mindenkinek az életében vannak olyan élethelyzetek, amikor úgy érzi, hogy nem tudja megoldani, nem érti, mi történik vele, próbál különböző elméleteket gyártani különböző módon, logikailag, érzelmileg, aztán spirituálisan végig gondolni, hogy mit lehetne tenni annak érdekében, jobban érezze magát, megoldódjanak a problémái. Mint mindenki, találkozott spirituális megoldásokkal, spirituális javaslatokkal. Nekem a korábbiakban mindig az volt a problémám, hogyha okos dolgokat is mondtak, előbb-utóbb bejutott oda a nem is a gyakorlás, a gondolkozás, hogy megmondják, hogy mit tegyél, dogmák vannak, sőt, előbb-utóbb megmondják, hogy mit higgyél. És körülbelül itt ér véget számomra ez, mert én nem akarom feladni önmagamat. Egyrészt a felelősséget is szeretném vállalni, a munkát is ahhoz, hogy megoldjanak a problémáim, illetve hát saját önmagamat, az egyéniségemet szeretném megtartani, és nem szeretnék rögtön egy plusz frusztrációt beépíteni azzal, hogy valamit hinnem kellene, de én azt nem tudom. És nem tudom azt a konkrét pillanatot megmondani, amikor találkoztam először a zennel, de hogy az a YouTube-on volt és egy dharma beszéd keretében, az biztos. És utána megnéztem elég sokat, nem emlékszem már, hogy melyek voltak azok, és akkor körvonalazódott bennem, hogy ez lehet az, ami számomra segítséget adhat azoknak a problémáknak a megoldására, amit idáig nem tudtam. És hát ebben nem is csalatkoztam, nem túl régen gyakorlom ugyan, de azt látom, hogy egy olyan szerszámokat ad a kezembe a zen, és nem csak egyet, nagyon sok
szor csak, van ez a híres mondás, hogy ha kalapács van a kezedben, akkor előbb-utóbb minden szögnek nézel. Tehát itt arról van szó, hogy itt válogathatsz a szerszámok között. Ez természetesen a te felelősséged, hogyha szöget kell beverni, akkor kalapácsot vedd ki, hogyha csavart kell belehúzni, akkor csavarhúzót. De úgy gondolom, hogy ha felnőttek vagyunk, felelősség, teljes gondolkozást várnak el tőlünk, akkor azt hiszem, hogy ez a hozzáállás a helyes. És amikor elkezdtem gyakorolni, hát először mindenki kezdett el először meditálni, korninterjúk énekelni. Hát elég furcsa, úgy tűnt, hogy hát itt semmi nem történik. Hát kényelmetlen, de nem történik semmi. És aztán egy idő után azt vettem észre, hogy a mindennapi rutinjaimba beépültek azok a dolgok, amiket a zen tanít. Egy konkrét példát mondjak, gondolom mindenki járt már ügyfélszolgálaton, akár bank, akár szolgáltató, akár mondjuk építéshatóság, az esztergomi, és akkor jellemzően, hogy görcsbe rándul az ember gyomra, már előre, és valahogy ilyen ügyfélszolgálati hetedik érzékkel ezt az ügyfélszolgálatosok mindig kiszúrják, és nagyon jól tudják nyomogatni azokat a gombokat, amelyek folyamatosan fájnak, és hát ugye ez a frusztráció előbb-utóbb agressziót okoz, és ez velem is előfordult, és egyszer csak azt vettem észre, hogy lepattannak rólam ezek a ügyfélszolgálatos nyilak, nem találnak rajtam fogást, és egészen másképp kezdenek el hozzám viszonyulni, és ami korábban nehezen ment, most nem mondom, hogy élveztem, de könnyedén meg tudtam oldani. És nem csak hivatalos ügyek intézésénél, magánügyekben is nagyon gyakran előfordul az, hogy azt érzem magamon, hogy alakított rajtam ez a, hát most a bő fél év, amit zen gyakorlással foglalkozom, és nem vált eredményeket hoz nagyon sokszor. Ha valamit idáig meg akartam tartani, akkor görcsösen ragaszkodtam hozzá, és az biztos, hogy nem bírtam megtartani. Elengedtem, és ott maradt. Tehát majdhogy nem, hogyha ilyen paradoxonnal akarnék válaszolni, vagy akarnám kifejezni magamat, akkor ez arról szól, hogyha nincs elvárásod, hogy egy dolog hogy legyen, akkor az úgy lesz. És én most nagyon gyakran tapasztaltam az elmúlt időszakban ezt, hogy nem fogalmazok meg elvárást, ennek ellenére úgy történnek a dolgok, ahogy szeretném. Érdekes dolog volt még, azt Csongán Szunú szokta emlegetni, az illúziót, illetve a gletvas, az egy nagyon, most meg fogom nézni, hogy hogy néz ki, mert még nem találkoztam vele, de annyiszor hallottam, hogy most sem muszáj lesz megnéznem. És ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy az önmagaddal szemben, illetve a társaiddal, üzlettársaiddal kapcsolatos illúzióidat, hogyha levetkőzöd, érdekes módon a nem zen gyakorló partnerek is valahogy megérzik ezt, és átpozícionálódik a valós énekhez a viszony, és hát fél év nagyon rövid idő, és ezt tapasztaltam. Egy másik dolog, amivel szembesültem, amikor az önvaló megtapasztalásáról beszélt Szunim, ott végig gondoltam, hogy úristen, hogyha most ezeket a rúzsfoltokat letörlöm, és akkor ott lesz egy sima tükör, belenézek, mit fogok én ott látni? Szeretném én azt egyáltalán látni? Hát azért ez úgy elgondolkoztatott, mert még ugye nem láttam. És nagyon érdekes, egyelőre legalábbis így működik nálam, hogy azt érzem, hogy ahogy haladok előre a tükör tisztogatásával, úgy egy belső út, nem mondom kényszernek, mert nincs semmi kényszer benne, valahogy alakítja azt a képet, nem csak a tükröt, hanem a képet is alakítja,
és elvész legalábbis bennem az a bizonytalanság, illetve az a félelem, hogy mit fogok abba a tükörbe látni, mert nem tudsz gyorsabban haladni a tükör tisztogatással, mint saját magad tisztogatásával, és ezért én úgy gondolom, hogy mindenképpen egy barátságos, vonzó képet fogsz látni, most ugye magamról szóval szépre nem lehet gondolni. És azt gondolom, hogy ezek azok a apró mindennapi dolgok, amelyek fontossá teszik azt, hogy gyakoroljunk, mert mindenféle külső kényszer, erőködés nélkül az életünkbe belecsempésződik, szinte belecsempésződnek azok a pozitív dolgok, amiket nagyon sokszor talán te észre sem veszel, de a visszajelzések igazolják, és az önmagad és a környezeted biztos, hogy pozitív változásokon fog keresztül menni. És amikor ezt tapasztalja az ember, akkor úgy érzi, hogy mondjuk az ülés 48. percében, valaki mondta, hogy 48 percig bírta, 48. percében is még van valamiféle erő meg kitartás, mert azt is látja az ember, hogy ezt nem adják ingyen. Tehát, és többek között ez is vonzó az ember. Tehát nem egy tablettát beveszel, és minden meg fog javulni, ezért meg kell dolgozni. Úgy gondolom, hogy akkor van értéke az elért dolgoknak, hogyha a mögött, a teljesítmény mögött van valamiféle munka is. És ez az, amit ad a zen, és ez köszönet a hagyománynak, a mostani tanítóknak, a szangának, rengeteget tud segíteni a szanga, bármilyen hihetetlen, hogy nem beszélünk egymással, csak ülünk egymás mellett, és mégis milyen erőt tud adni abba, hogy végigcsináld ezt a nem egyszerű elvonulást. És úgy gondolom, hogy mindenkinek, benneteket már nem kell meggyőzni, érdemes elmondani azt, hogy van egy olyan út, ahol az egyéniségét megtartva tud fejlődni és előre haladni az életbe, és ami a klasszikus mondás, ugye, hogy nem szenved és nem szenvedtet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.